Két hét és újra benépesülnek a tantermek Nyíregyháza általános iskoláiban is. A tanévkezdés minden évben izgalmas időszak gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Utóbbiak számára azért is, mert a tanszerek, eszközök, vagy épp a testnevelési órákhoz szükséges ruhák beszerzése komoly kiadásokat jelent a háztartások számára. Ezeket a terheket próbálják csökkenteni a különböző iskolakezdési támogatásokkal Nyíregyházán, mondta el Jászai Menyhért, a város alpolgármestere. Valamennyi olyan személy, és nem is mondom azt, hogy gyermek, mert lehet adott esetben, hogy már nagykorú is lehet, aki rendszeres gyermekügyelmi kedvezményben részesül, az vagy 6000, vagy 6500 forintot fog kapni, most augusztus 25-től 30-ig kézbesíti a posta. Novemberben újabb etap lesz, ez megkönnyíti a családoknak az életét, és ez ahhoz a minősítéshez van kötve, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesül az illető vagy sem. Az augusztus első állapotokat veszük figyelembe jelen esetben, hiszen ennek van egy finanszírozás és egy, és egy logisztikai oldala, ki kell jutatni az utalványokat, de aki úgy érzi, hogy ő egyébként rendszeres gyermekkedvezményben részesül, jogosult lenne, de nem kapja, akkor fáradjon be az ügyfélszolgált irodára, a szociális ügyekert intéző kollégák rendeklésre állnak, mert akkor a jegyző megállapítja ezt a kedvezményt, és innentől kezdve egy sor dologhoz majd jogosultak. Szintén nagy segítséget jelenthet a családok számára iskola kezdéskor az önkormányzat által biztosított tanszertámogatás. támogatás. A város nettó 2000 forint értékű csomaggal látja el az első, második, harmadik és negyedik osztályosokat. Ez csak nem 4500 tanulót érint a vármegye székhelyen, a jogosultak az első tanítási napon vehetik át az eszközöket. Nem csak az iskola kezdésre igényelhető azonban támogatás, a szülők egyfőre jutó jövedelme alapján a tanév közben is segítséget kaphatnak a fiatalok. Az egyik egy bélet támogatás, a rászó gyerekek bérleteit 50 80 ban visszatérítjük, ez megint a minősítéstől függ, hogy milyen a rászorultságnak a foka, de ezt kérhetik, ez egy nagyon kedvező dolog, és ha az idei esztendőben vezetünk be egy új támogatási formát, Hogyha valakinek a egyébként nem jogosult étkezési kedvezményre ki kell fizetni teljes étkezési költséget, de valamiért nem fér be egy támogatási formába is, de rászoruló, akkor neki nyitottunk egy csatornát, és tőlünk érheti 4000 forint per főben maximálva, hogy az étkezési költségét is támogassuk. Hát ha ezt felszózunk tízzel, akkor az egy 40 ezer forint, hogyha valaki egészében jogosult. Tehát igyekszünk mindig figyelni azokat a, azokat a mozgásokat, hogy milyen ö, ö, dolgok történnek, emelkedtek az élelmiszerárak, emelkedik a térítési és akkor tudunk-e kell -e segítség, akkor próbáljuk meg, hogy milyen támogatással tudunk. Még csak átutazóban kerékpároznak nyírtelek iskola utcáján a gyermekek édesanyjukkal, rövidesen azonban a helyi katolikus általános iskola is élettel telik meg. Készülnek a kezdésre az önkormányzatnál is, itt azonban nem elsősorban a tanév elejére, hanem annak egészére irányítják a támogatást. Szekeres József Nyírtelek polgármestere azt mondta, a 6000 és 6500 forintos támogatás náluk is biztosított, a városvezetés azonban egyedi módon egész tanévre vonatkozó támogatást biztosít. Mi inkább azt választottuk, hogy egész évben ingyenes étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ezt egy felmenő rendszerben találtuk ki, először az óvod, a bölcső, de aztán pedig az alsó tagozat, majd a felső tagozat. Ez havi 15 ezer forintot jelent a családoknak, gyerekenként természetesen, és ezt mi egész évben biztosítjuk a számukra. De a nyári alkalmakat is megragadjuk, amikor pályázat van, akkor a Azokat a gyerekeket, akik már tudnak munkát végezni, azokat természetesen ide ö, ö, csábítjuk magunkhoz, és ö, tulajdonképpen ilyen nyári munkában ö, foglalkoztatjuk őket, amelynek a szoció részét az önkormányzat biztosítja és fizeti. Nem csak az óvodások és kisiskolások, hanem a felső oktatásban tanulók számára is érhető el támogatás. Ahogy nyíregyháza, úgy nyírtelek is részt vesz a Borza-Hungarika pályázatában. Ezt a havi finanszírozású támogatást hátrányos helyzetű nappali tagozatos teljes idejű a rendelkező hallgatók, valamint felsőoktatási szakképzésben tanulók igényelhetik.